Nagy Bernadettnek hívnak, Budapesten élek, egy informatikai cégnél dolgozok jelenleg, közbeszerzésekkel foglalkozom, egyébként még, még nagyon vidámított, kereső embernek tartom magam. Egy 19 éves fiam van, úgyhogy, úgyhogy édesanyja is vagyok. A táborról egy nagyon kedves barátnőmtől hallottam, mikor megvárt, meglátogattam Budapesten a lélekpalotát, és ott, ott beszélgettünk, úgyhogy egy barátnőm ajánlotta a tábort. És igazándiból egy két héttel ezelőtt szereztem tudomást a táborról, úgyhogy egy nagyon gyors döntés volt. Megkaptam az hírt, az információt, pár napig gondolkoztam, és utána úgy döntöttem, hogy jövök. Azért döntöttem úgy, hogy eljövök ebbe a táborba, mert több szempont is vezérelt részént, azon kívül, hogy egy csodálatos szigetem van a tábor, Horvátországban, Brát szigetén, tehát össze is köthettem a táborozási élményeket a nyaralással, de nagyon fontos szempont volt, hogy közösségbe legyek. Amire igazából vágytam, az egy felnőttek számára meghirdetett tábor. Tehát tábor ennek a napirendjével, a közösségi élményeivel, a programjaival, az előadásaival, amiről majd később szívesen beszélek, és egyben az, hogy ez egy vegetáriánus tábor, ami egy nagyon nagy értéke a tábornak, mert minden, én közel 30 éve vegetáriánus vagyok, és minden évben nagy probléma, hogy hogyan tudok úgy nyaralni, hogy finomat, egészségeset, és változatosat tudjak enni vegetáriánusként. Ez a nyári tábor nagyon sok mindent jelent nekem. Először is, a, ahogy már említettem, a csodálatos környezeten túl, egy nagyon szép apartmanban van, vagyunk elszállásolva, ezek kettő, illetőleg négy fős apartmanok. Párommal érkeztem, tehát nekünk adott az intimitást, de aki esetleg baráti társasággal jött, akkor ők a négyfős apartmanban vannak elszállásolva, légkondicionálóban, kicsi konyha, élhetünk annak a reggeli szenvedélyünknek, hogy egy kávéval indítjuk a reggelt, ami például szintén szempont volt, nem kell lesétálni a közelben lévő kávézóba, hanem egyből indulhat ebben a nap miért, miért nagyon jó még ez a tábor számomra, 200 méterre van a tenger, úgyhogy azon kívül csodás a környezet, pár perc alatt le tudunk sétálni, vissza tudunk sétálni, akár a napközben, vagy az esti órákban délelőtt, aki ahogy érzi, tud egyet csobbanni, ahogy elsétálunk a tengerparton, egymást érik a csodásnál csodásabb strandok, tengerparti szakaszok, ezek közül is lehetnek olyan strandok, ahol a családosok járnak, és tudnak játszani a gyerekekkel, sekélyebb a víz, van a sziklás rész, lehet ugrálni a tengerbe, vannak intimebb ahol kettesbe lehet lenni az embernek a párjával, de vannak nagyobb, tágasabb strandok, ahol baráti társaságok is tudnak pihenni. A tábornak a rendje azért nagyon vonzó, mert már reggel 6 lehet közös elmélyülésre jelentkezni, aki így szeretne indítani a napot. Ezt követően van egy reggeli átmozgató torna, egy csigunk, én ezt nagyon élveztem, na nagyon nagy élmény volt. Lent a tengerparton tényleg szinte a kellő napnál ebbe a kellemes párával Kellemes tengeri levegőben. A reggeli után a táborlakóknak lehetőségük van egy fakultatív programon részt venni. Ez a fakultatív program, ez előadás, Védikus Filozófia, aminek a központi része a meditáció. Emiatt jelentkeztem egyébként ebbe a táborba. El szerettem volna kezdeni ezen az úton járni. Pontosabban már régóta járok az úton, de meg, a, meg szerettem volna ismerni ezt Védikus nézetből, milyen az, amikor elindulok befele. Egyre jobban megismerem magam. Mit jelent számomra az önismeret? Mit jelent számomra az elcsendesedés? Mit jelent számomra a befele figyelés? Mit jelent az, hogy a hangnak teremtő ereje van? Mit jelent a hangnak a rezgése? És mit jelent ez akár egy közösségben a többiekkel együtt mélyen megélni? Tehát az, hogy a tábor a nyaraláson kívül, és a jó barátságokon kívül, a közösségi hangulaton kívül egy belső élményről is szól, azt a reggeli, reggeli délelőtti tanítások a védikus filozófiába való elmerülés nyújtja a számomra. Aztán egy nagyon jó hangulatú ebéd után van egy hosszabb szabadidőnk, ez a délután, ilyenkor lehet elmenni strandolni, vagy császkálni a városban, kinek, kinek, a, a kedve szerint bejárni a környéket, biciklivel túrázva, ahogy akinek kedve van, bár már most nagyon jó idő van, úgyhogy lehet, hogy ezért a túrákra jobban fel kell készülni, különösen, ha valaki bicikli túrára megy, és nem elektromos biciklit válasz, mert egyébként erre is van lehetőség a szigetem, lehet biciklit bérelni. Szóval egy délutáni szabadidős program után van egy közös esti vacsora, és utána pedig szintén teljesen szabad választásunk szerint egy közös esti énekes meditáció. Ettől a tábortól nagyon sok mindent kaptam, elsősorban új barátokat, mindenképpen célom volt a táborral az, hogy egy olyan közösségben legyek, akik hasonlóan gondolkodnak, akikkel tudok beszélgetni, akikkel el tudom mélyíteni a spirituális tudásomat. Tehát nagy szom volt bennem arra, hogy olyan emberek között legyek és töltsem el ezt az egy hetet, akik hasonlóan gondolkodnak, és hogyha megakadtam egy, 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 gondolatban, egy filozófiában, egy elméletben, akkor mindig volt, aki mellém szegődött, és mélyebb meg segített jutni a beszélgetések által. Nagyon nagy kincsnek tartom azt, hogy vannak ilyen táborok, mert nagyon sok ember van a világban egyedül, aki nem találja, nem tudja, hogy milyen közösséghez tudjon kapcsolódjon, és hogyha a kereső és nyitott a szíve, akkor ez a tábor neki nagyon jó alternatíva tud lenni. Azon kívül ebben a korban már az emberek nem engedhetik meg maguknak, hogy pusztán csak úgy töltsenek el egy-két hetet egy tengerparti környezetbe, ami egyébként nagyon feltölt és nagyon nagy élmény lehet, hogy dolgatják a lábukat tehát a tengerbe és sétálnak a környéken, hanem egy mindenképpen egy, 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 egy magasabb szintet ad. Az, hogyha egyszerűen egy spirituális kereséssel, tartalommal, egy elmélyüléssel is feltöltünk egy nyaralást. Mindenkinek tiszta szívvel javasolnám ezt a távort, és ajánlanám ezt a programot, aki nagyon szép környezetbe szeretne eltölteni egy hetet, mert, hogy említettem már, egy csodálatos szigeten vagyunk. Egy szigetnek mindig van valami olyan jellege, hogy az ember egy picit el tud vonulni a világtól, picit vissza tud húzódni a világ zajától. Ez a település, ahol vagyunk, ez a szigetnek egy kis halászfalvába van, ezen belül is a falutól egy pár száz méter sétára található a tábor. Javasolnám azért, mert nagyon szép az apartman, és mert nagyon kedvesek a vendéglátóink, mit adott még fantasztikus a konyha, mindenki, akinek szempont az, hogy jó minőségű vegetáriánus étrendet de tudjon követni, vagy ne talán vegán étrendet, egyébként még glutén és laktózmentes étrendre is lehetőség van, napi háromszor étkezés, az étkezésen túl pedig mindenképpen nagyon, nagyon jó azoknak az embereknek, akik milyen önmagukba fordulva a meditációt, a belső szellemi és spirituális utat mélyebben megélve szeretnének pihenni és eltölteni a szabadságukat. A meditáció számomra Jelent egy belső elcsendesedést, jelent egy befele figyelést, és miután rohanó világban élünk, és nagyon sok évet eltöltöttem már egy multicégnél, ahol nagyon sok volt a stressz, nagyon-nagyon sok volt a kihívás, a meditáció mindig egy nagyon jó ellentételezést, egy ellenpontot jelentett az életembe. Kiegyensúlyozni mindent, elcsitítani a hullámokat, elcsitítani a tengert, miben segített, még nagyon sok konfliktus megoldásába segített. Az emberekhez való sokkal pozitívabb hozzáállás, és miután egy kicsit szétszórt személyiség voltam, és még talán vagyok is, miben segít a meditáció fókuszálni, egyhegyűnek lenni. Úgyhogy nagyon boldog vagyok a táborban, ez az utolsó napom, ez az utolsó estém, és örülök, hogy ezt elmondhattam.